Sziasztok! Gabó vagyok az Echo Hang Stúdióból. Ebben az adásban a Lindell Audio 80-as pluginjét szeretném nektek megmutatni, ismerjük meg közösen. Gyertek! Ő a plugin. Így néz ki. Ismerkedjünk meg vele. A készítői azt állítják, hogy egy 8028-as vintage Neve keverőpultnak a hangját tudjuk becsempészni a projektjeinkbe. Ez úgy valósulhat meg, hogy itt a channel-szipet elnézve balra jobbra van egy előfok szimuláció, amely a 1073-asnak a előfok szimulációja. Van egy hangszínszabályozó, ami alapvetően 1084-es Neve hangszínszabályozó, de válthatunk 1073-asra is. Van egy kompresszor, amely a 2254-es kompresszor, ami alapvetően egy buszkompresszor volt, tehát nem volt az eredeti pulton minden csatornán dinamika szabályzó, hanem itt a készítők beemelték úgy, hogy lehessen használni, mintha minden sávon lenne egy dinamika szabályzónk. És van egy gétünk, ami szintén ez nem egy típusnak a kreációja, hanem ezt megalkották az akkori hangzásnak megfelelően egy gétet. Szóval ez sem volt az eredeti pultban. Körülbelül ezeket csempészték itt be, és akkor nézzük részesebben, hogy hogyan, milyen paraméterekkel rendelkezik ez a channel strip. Bal felső sarokban látszik a bemenet-kimenet boométere. Itt van a kompresszor és a gate-nek a G-redukciós métere. Ahogy említettem, itt van az előfok. Az előfok, van egy 20 decibeles padunk, van egy Unity, ami elvileg a kimenő-bemenő szintet szabályozza egységesre. Akkor van egy hangszínszabályozónk, alapvetően 1084-es a default, és ugye itt látjuk alapvetően, hogy hát ilyen a 1084-esek, tehát hogy itt is fix frekvenciák vannak. És igazából dönteni kell, tudni, hogy mi az, ami jó lehet nekünk. Itt nincsen végtelen lehetőség, mint egy digitális EQ-ban. Ez a 1073-as, ott még kevesebb az opció. Itt lehet kacsogatni az EQ-t kibe, illetve a filtert is külön. Ez a hangszínszabályzó. Akkor van a kompresszor rész, gyakorlatilag 2254-es kompresszor. Itt még kicsit azért meg lett tuningolva a dolog abban a szempontból, hogy itt a release-nél, tehát a recovery-nél hozzátettek egy 100 millisekundumos időt, ami eredetiben nem volt, de hát így szélesebb módon fel lehet használni. És akkor itt van egy ilyen, hogy kibekapcsoló, van a fast kapcsoló, ami gondolom az attakot kapcsolja normálból gyorsabb állásra. Van ez a NIV-VU, vagy hogy kell ejteni, fogalma sincs, filter, amely a kompresszornak a szájcsinágában csinál egy 3 decibeles ilyen kompenzációt, hogy minél transzparensebb legyen. Tehát van egy Nuke nevű kapcsoló, ami egy ilyen overload. Tehát megad egy boostot neki, és akkor majd megnézzük, hogy hogyan lehet így szépen roncsolni a dolgokat. Van egy gétünk, szokásos beállítás, szokásos opció, threshold, range, release time, recovery, és a hysteris kapcsoló itt, és van egy fast adtak, illetve expandálásban is használható. Így expander, így pedig gate. Kikapcsolom. Van egy ilyen vites inverse kapcsoló, ami pont mutatja az ellentétét, amit éppen művel. Tehát akkor nyílik ki a kapu, amikor a threshold alatt van a jelszintünk. Na, tehát ez egyébként a plugin csomaghoz tartozik még egy busz, úgy mint az API-nál is, tehát ott a Lindell 50-nél, ami így néz ki, és ez egy busz, tehát ez egy vonali erősítő gyakorlatilag, ami volt a 80-24-es pultokban, és ezeket helyezhetjük itt rá master sávra, dob sávra. Én rátettem minden buszra gyakorlatilag most, mert ki van kapcsolva minden. Akkor nézzük meg a pluginek miket lehet beállításokat, itt a beállításokat elvégezni. Tehát kalibrálni lehet, én belőttem ezt 18 DBFS-re. De van egy oversampling, ami ugyanúgy, mint a Lindell 50-nél 0-tól 16-szorosig lehet az oversamplinget bekapcsolni, majd megnézzük csak egy stressz tesztet, hogy mit bír a gép, vagy mi a helyzet. Megint egy defaultban egy noise, tehát egy ilyen analógabb kis zaj van. Van egy ilyen clipping, és a szokásos, hogy túlvezéréseket, ezen opampokat szimulál gyakorlatilag. Van egy zoomunk, most éppen 100%-osan vagyunk, ez lenne jobb, de lehet hangolgatni a dolgot. De most a 100-ra rakom, hogy itt minél jobban lássátok képernyőn. Tehát ezek vannak. Így van, tehát, és akkor lehet látni, lehet külső ágon belekötni sidechainbe, kompresszorba és a gate-be. Jó, hát annyi, hogy kicsit hallgasson bele a dalba, hogy aki nem látta az előző két részt, akkor tudja, hogy mégis milyen dalról van szó. Egy kicsit beletekerünk majd. Solo. A dal. Amit tudni kell, hogy ezt a plugint megvettem már régen, mit tudom, egy-két éve valami akció keretében. Egy projektben használtam, ahol nem sok sáv volt, és akkor nagyon tetszett nekem egyébként, de valahogy nem építettem be ezt így, hogy ezt így gyakori módon használnám, úgyhogy most én kíváncsian várom, hogy mit lehet itt kihozni. Ugyanazt a metódus, mint eddigi részekben nagyjából be fog tekerni egy-két dolgot, ahogy így jónak hallom, az kész, nem, ez egy ilyen nyers mix igazából, de sok minden kiderül azért. Na, akkor nézzük, jön a lábdob. A lábdob, tehát akkor azt mondjuk, hogy csak a dob szóljon, ott is a lábdob elsősorban. És akkor megnyitjuk a plugint, előtte be is kapcsoljuk. Látjátok. Így van, tehát itt minden jó, default. Akkor a lábdobot kiszólózzuk, és nézegessük, milyen helyzet itt a... Ezeket 1073-as mondjuk. Működik. High pass filter. Ugye itt ilyen dupla potik vannak, az eredetiben is így néz ki. Ugye az API emulációjukban az 50-esben ott külön tették a potikat, talán könnyebb kezelni, de ez így az eredeti. Tehát az alsó a frekvenciaválasztó kapcsoló, és a felső pedig a hangerő emelés vagy vágás. Középfrekvencia. Felső, ugye egy shelving van, tehát van a mély az egy shelving, a középső az egy bell, és a felső is egy shelving echo. Ez egy fix frekvencia van, azt hiszem ez 10 kHz. Ha jól emlékszem, akkor ez 10 kHz, és emelni, vágni lehet. Külön kapcsolható az echo és a filter. Tehát ez a 1073-as, 1080-es bekapcsolva ugye megjelenik a két. Ez a két potméter az ugyanaz marad. Fölül van egy változás ugye a high shelvingben, illetve van egy, a filterben is van egy high pass low pass filterünk, nem csak egy high pass filter. Illetve, hát igen, ez a különbség. Ez így megőrződött. Ez is. És akkor itt fönt van egy különbség, hogy 10-12-16 kHz-et választhatunk. Nem csak 10-et. Tehát most itt a lábdobnál nem. Ez van még, amik van értelme. Oké. Nézzük akkor a kompresszort. Van egy drive-et, ugye egy paralel kompresszió lehetséges, itt az eredetiben nyilván nem volt. Van egy sidechain high pass filterünk, ami a kompresszor ágából lévő jelet szűri. Szerintem az sem volt az eredetiben, de itt hozzátették, mint ahogy így a 100 millisekundumos release idő sem volt. De az jól jön. Jó funkció. Van egy make-up génünk itt. Szerintem az sem volt az eredetiben, de illetve az lehet, hogy van. Gyors adtak, hát az megeszi. Jobban áll neki. Nézzünk ki nyúkot. Jobban egy boostot. Szintén lehet a paralellel játszani. Jó. Itt vagyunk. Eddig. Nézzük a gétet. Beteg, jó. Itt a zúzza van. Hát igen, az a tipikus. Hát lehet azért az paraméter, azért nem rossz. De hát, mondtam, a zene az nem ez. Itt nincs sok értelme ebben a zenében. Na, akkor nézzük az overheadet. Leszólozom addig. Nézzük az overt. Lekapcsoljuk. A kompresszort. Jó, nézzük a pergőt. Atyaja. Mondtanunk, ez ilyen vicces dolog, de annyira azért nem. Egészen ki lehet takarítani, ha valakinek az a célja, hogy a pergő legyen sterilebb és legyen beszólás, akkor így van. Ez lehet. Egyébként. Nem rossz. Oké, nézzük a tamokat. Ebben a képernyőbe soha, az a problémám mindig. Jó, tehát akkor kicsit állítok rajta, az egere meg lesz. Oké. Oké. Így már teljesen jónak tűnik. Áthúzzuk, ugye eddig is áthúztuk a többi tamra, és akkor megnézzük, mi történik. Ezt nyertük. A gép elsőjel beállítható, egyébként működik rendesen. Teljesen jó. Oké, tehát itt vagyunk a... Van még egy roomunk, ami nincsen megkezelve. Kapcsolom. Megjött, amiről mindig beszélek, hogy fontos hozzá, hogy ezt hozzákeverjük. Oké. Kapcsoljuk. És... ez a room. Ezen kompresszort és gétet nem fogunk alkalmazni. Igen. Room nélkül és vele. Nélkül és vele. Oké. A dobon van egy, bekapcsolom, van egy ilyen dob, egy buszunk, egy vonalerősítő gyakorlatilag. Ezt most hagyjuk így, de rajta van. Higgyük el, hogy sokkal nívebb a hangzás. Jöjjön a basszusgitár, most kolléga. Ugye itt már egy eleve levellerrel fölvett sávot hallunk, de háromból ugye az első a vonal, ez a vonal, második az erősítő és a mikrofonhozott ládának a hangja, és a, ez van megküldve még egy levellerbe a felvételen, már ezt halljuk most. Van egy ilyen, itt is egy basszus busz, defaultban, és akkor itt van maga a channel strip. kompresszor csak épp, hogy így érintgeti, de ki is lehet kapcsolni. Oké. Ennyi történt eddig. Jöjjön az énekes kolléga Ádám. Not the first night. Go ahead then. Az ének egyébként egy SoundSculptor 573-as előfokon rögzítődött, ami ugye egy név jellegű előfok, ugyanúgy karhintrafok van benne, tehát egy abszolút név. Akkor nézzük, hogy mi helyzet. Still behind you, not the first night. Go ahead then, turn maybe right. Few steps and a cigarette, it's already in my mouth. Few steps and a cigarette, it's already in my mouth. Close door behind you. Not the first night. Go ahead then, turn maybe right. Few steps and a cigarette, it's already in my mouth. Few steps and a cigarette, it's already in my mouth. Ezen is van ugye már kompresszorra felvételnél, de azért megnézegetjük. Not the first night. Go ahead then, turn maybe right. Few steps and a cigarette, it's already in my mouth. Few steps and a cigarette, it's already in my mouth. Close door behind you. Not the first night. Go ahead then, turn maybe right. Few steps and a cigarette, it's already in my mouth. Few steps and a cigarette, it's already in my mouth. Nézzük a refrént. Walk through the night and be grateful when you arrive. Walk through the bridge, walk through the night and be grateful when you arrive. Walk through the bridge, walk through the night and be grateful when you arrive. Walk through the bridge, walk through the night and be grateful when you arrive. Walk through the bridge, walk through the night and be grateful when you arrive. Walk through the bridge, walk through the night and be grateful when you arrive. Walk through the bridge, walk through the night and be grateful when you arrive. Walk through the bridge, walk through the night and be grateful when you arrive. Walk through the bridge, walk through the night. Szépen ki lehet szűrni azt a felhallgató bemenetet, a felhallgatóból beszűrődő zenét. Engem sosem zavar az ilyen zaj, mert zenében nem probléma, de lehet vele kezdeni valamit. Walk through the bridge, walk through the night, and be grateful when you arrived. Walk through the bridge, walk through the night. Walk through the bridge, walk through the night, and be grateful when you arrived. Walk through the bridge. Okay. Walk through the gitározzunk. And be grateful when you arrived. Itt a főgitár. Bekapcsolom a buszt a dobbuszon. Close door behind you, not the first tonight. Go ahead then, turn maybe right. Few steps and a cigarette is already in my mouth. Few steps and a cigarette is already in my mouth. Walk through the bridge, walk through the night, and be grateful when you arrived. Walk through the bridge, walk through. A riffelő gyerekeket. Eddig itt vagyunk a mixben. Mindenki kapcsolva. Vissza. Szólózzunk egyet. Bekapcsolom, bekapcsolom. Van egy gitárunk, így ez a tap-tap gitár. Jó kis rugó zengetővel van feljátszva már alapvetően. Mennyire jó a kompresszor szétemeli a rugózenget. Minden kezd összeállni, össze is állt. Csináljunk egy oversampling stress tesztet. Ugye most defaultban van kétszeresen. Itt van egy, nyitok egy performance métert. Most a projekt ilyen 6-7%-on megy. Kikapcsolom, ugye visszaugrik 0,9-0,5-re. Először kapcsoljuk be a buszokat, amik szintén defaultban kétszeresen vannak, oversamplingben. Így fogyasztanak 0,2-3%-ot alul, látszik. Azt mondom, hogy emeljük be összes buszt 16-szorosra. És közben nézzük itt a performance méterünket. De most ez beemelte, és azt mondjuk, hogy mindegyik legyen beemelve, ugye? Hogy is ment 12-15%-ra 7-8-ról. Kezdek félni, hogy milyen lesz a... Igen, ez is 16-szoros. És most nézzük meg a channel stripet. Alapvetően a channel strip is 0,3-at teszik. Így látjátok. 0,3, de emeljük be ezt is 16-szorosra. Egyből felúrik. Ugye 2-2,5%-ra. És most mindegyiket megemeljük. Most a gépünk tart 16% körül. Most mindenkit, azt mondtuk, hogy mindenki menjen föl, ugye? Nem sikerül? Igen. És fel is ugrott 50% körül az oversampling miatt. 50%-osan fut a gép. 2,8 is elmegy egy pluginből. Tehát, hogyha igen, lassabban reagál. Kikapcsolom. Innen jöttünk. Ugye 1% körül van a prociterhez is maximum. És visszaemelem hirtelen. Kicsi recsenés után visszajön a 16-szoros oversamplingre. És kapcsolgatom a channel stripeket, hogy off. Tehát mindenki most off lesz. Leesik a proci használat, azt várjuk. Le is esett 11,3-ra. Most nincs oversampling. Ugye azt tudni kell, hogy ez a projekt 96 kHz-en van rögzítve, tehát alapvetően az ilyen aliasing zajok nem annyira jöhetnek elő, de egy 44-es projektnél azért igen. És most ugye itt emelem be a nulláról 16-szorosra először a lábdobot, és hát ugye mennyi volt? Mennyi volt? Hát igen, 12% körül. De most beemelem az összes channel stripet 16-szorosra. Mondom, beemelem. Így van. Fölment 50-re. Nem recsen be a gép, semmi. Placebo sokkal jobbat hallok, de ez tényleg vicc. Tehát én nem érzékelek is semmit. Semmi nagy különbséget. Nyilván ez nem is értelmes tesz, hiszen én kapcsolom át, tehát nyilván valamit várok. De jó hír, hogy jól szól nullás bekapcsolással is, és a default 2-szeres oversamplinggel tökéletes. Na, ez volt a Lindell Audio 80-as channel stripjének a bemutatása, vagy megismerése, inkább közös megismerése. Nagyon karakteres a cucc, az hallatszik. Meg is vettem annak idején, nem véletlenül. De eddig nem nagyon használtam. Most lehet, hogy többet fogom használni, mert azért lehet. Szép, szerintem egészen jól hozza a ezt a karaktert, nem tudom milyen egy 8-24-es pulton dolgozni, hiszen ez kevés embernek adatik meg, de hogy van karakter ebben a pluginben, az biztos. Tehát aki akar egy kis vintage hangzást becsempészni a projektjébe, annak én szívből ajánlom, mert látjátok, azért kezelhető, és nagyon jól lehet optimizálni, tehát hogy a gyengébb géped van, akkor nem teszed fel az oversamplinget annyira, nyilván, de el lehet menni egészen 16-szorosig is, úgy, mint az 50-es Lindell Audio-nál, ami egy jó dolog, mert az embernek ugye mindig jobb érzés, hogyha nagyobb számot lát, akkor az jobban önök is hallja, de nyilván objektív okai azért vannak ennek, kiszűrni egyes dolgokat, ami a digitális világa jön együtt, de hát azt mondom, hogy jól paraméterezhető, mint szép a grafika is, tehát jól lehet méretezni a monitorokhoz, ha nem is annyira brutálisan, mint a, a múltkor nézett British class A-nál, ahol a végtelenbe lehet húzni. Itt a 100%-os is egy teljesen jól látható képernyőt ad az egy nagyobb képernyő felbontáson is. Úgyhogy azt mondom, fekete péntek, dobszerda, torkos csütörtök, ha le van értékelve a plugin, mindenképpen vegyétek meg, és használjátok, szeretettel ajánlom nektek. Azt tudom ígérni, hogy találkozunk legközelebb is egy adásban, ahol egy valamilyen plugint fogunk megnézni, még nem tudom melyiket, de biztos, hogy kitalálom a következő adásig. Úgyhogy sziasztok, hello, hello!